Sziasztok, én Horváth András vagyok, és itt vagyunk Csehországban, nem messze a Hyundai Kona gyártól, amit az előző epizódban elvileg láthattatok. És itt van mellettem a teljesen megújult Hyundai Kona. A régi Kona, az első Kona nem volt szép. Aztán a második, az sem volt annyira szép szerintem. Most a Hyundai-osok ne figyeljenek ide. És most itt van ez a teljesen megújult verzió, és hát ez is olyan konás. Van benne minden is, de tényleg. Van ez a gyönyörű szép nappali menetfény csík, ami ilyen pixeles dizájn, az Ioniq 5-ben már láthattunk, meg itt alul is megvannak ezek a pixeles hűtőrácsok, ez is ilyen Ioniq 5, Ioniq 6 tovább vitt forma. Aztán hát itt van ez a lámpa. Hogy nem értem, hogy miért nem itt van valahogy, mert egyébként így ez rohadt jól néz ki, meg ez rohadt jól néz ki. Nézzétek! Gyönyörű szép autó, nem? Gyönyörű szép autó, igaz, Marci? Na, és akkor, hogyha így arrébb állok, akkor meg, hát akkor is gyönyörű szépnek mondanák a tervezői, de szerintem egy kicsit, hát olyan más, nem tudok rá más mondani. Itt van a szép új Hyundai Flat logó, meg van motorháztetőn a kis csomagtartó, ami tök jó dolog, csak hát van ez a lámpa. Na, aztán, hogyha jövünk oldalra, akkor itt van ez a nagyon szép, ilyen modern váldizájn, kicsit ilyen transformerses az egész, tehát tettek bele ilyen kis csíkozásokat, hogy így megtörték az autónak az oldalvonalait, és szépen végigfutnak ezek a csíkok. Aztán itt van, nem tudom, feltűnik-e egy ilyen, hát egy törés az ajtóban. Honnan ismerős? Úgy van, Ioniq 5. Ioniq 5-ből csak abban fordítva van, ha jól emlékszem, ugye? Szóval ezt a csíkot, ezt az Ioniq 5-ből tették át az autóra, aztán ha jövünk tovább, akkor hát itt van ez a kacsafarok, ami mire hasonlít? Kia EV6. Egy az egybe egymásról lobdosnak ezeket a dizájn elemeket, és ha elérünk az autó hátuljához, így ide kell álljak, nem? Így. Szép, nem? Szép. Ennyi. Tökéletes. Gyönyörű, szép, hátsó csík végig, az is ilyen kis pixeles dizájnnal, azt nem mutatom ezt a másik oldalon. Meg itt is vannak ilyen kis pixeles dizájn elemek, amik nagyon szépek, csak hát, hogy néha el kell álljak innen, és akkor itt van ez, ami jelöl is. És hogy hát ma ugye szinte végig a Kona mögött jöttünk az Ioniq 6-ossal, és hát nagyon sokat láttam az autónak a fenekét, és hogy ez egy nagyon szép szín, meg nagyon szép autó, és ez nekem nem adja. Sajnálom, de nekem nem adja. Egy PT Cruiser jut az eszembe, pont az egyik benzinkútnál állt előttünk egy PT Cruiser, ott is itt a PT Cruisernek a sárvédő, és belerakták a lámpát, és az is nem volt szép. Na, szerintem ezt kicsit elrontották, hogy ezt bárhogy máshogy csinálják, bárhogy. Tehát, hogyha itt lenne a lámpa ebben az elemben, nézzétek meg, ezt most ideállok, így, és mondjuk itt lenne a lámpa. Tök jól néz neki. Nem azt mondom, hogy elrontották, mert élőben egyébként jól néz ki az autó, meg nyilván feltűnő jelenség, és hogy nem egy csúnya autó. Mondjuk, hogy ez szokatlan. Van motoros csomagtartó, 466 liter, jóval nagyobb lett, mint a régi Konáé, hát abban Andia alig fért bele, ebbe meg szerintem kétszer is, még ketten is beleférnénk simán. A méret növekedéssel ez nyilván jót tett az autónak, hogy nagyobb lett a csomagtartó. Na nézzük hátul, most ülök benne először, Marci már ült, és azt mondta, hogy egész jó. És figyeljetek, azon, hogy tényleg. Úgy, hogy ez egy benzines hibrid autó is, tehát hogy létezik ilyen multiplatformban, és itt csak alápakolták az akkumulátort, hát majdnem tökéletesen leér a comom, befér a lábfejem az első ülés alá, és van még ennyi a térdemig. A régi Kona az egy szűkös valami volt, ez most meglepően jó, tehát amennyire fura az első meg a hátsó lámpája, itt ez a hátsó tér, ez taxinak, gyerekkel, felnőttekkel ennyi hely van a fejem fölött, és figyeljetek, dönthető a hátsó ülés. Hoppá! Hoppá! Hát figyelj, mint az urak, hát kit érdekel a csomagtér? Hát kényelmesen szeretnék utazni, és egyébként ennyitől nem csökken sokat. Marc közben itt így májzé neki a csomagtér. Miért nem létrát szállítasz vele? Ja. Két kézi podgyász beteszel, meg a gyereknek a pelenkát, ezt ennyi. Tök jó. Na hát, hátul abszolút plusz pont. Hátul középpen egy ilyen teljesen átlagos szelőző, viszont mi van itt? Nyilván extraként kérhető, 220 volt, 16 amper, be tudunk dugni egy hajszállítót simán, meg két USB-C töltő nyílásunk is van, töltőportunk, teljesen jó hátul. Oké, hát az anyagok azok semmi extra igazából, tehát ez semmi a szokásos, egyszerű műanyag, itt is műanyag, de úgy egyébként így teljesen rendben van, kényelmes. Tehát tényleg az ülés az nagyon-nagyon kényelmes, akár szerintem még hát nem, itt nem, itt sose kényelmes. Négy személyes, ez is.
régi Kona elég szűkös volt belül, ez egy kicsit tágasabb lett, de olyan konás maradt az egész, de nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát emlékszem, hogy a régi Konában egy ilyen nagyon-nagyon sok, hát ilyen alumínium-szerű műanyag volt, itt most csak itt van ilyen szálcsiszolt műanyag, ami egyébként majdnem fémnek néz ki, még az is lehet, hogy fém. Hát a fene se tudja. A kormány az valamire emlékeztet, méghozzá a Chevrolet kormányokra egy kicsit. Tehát, hogy ez a forma, meg így ez az egész, ez nem tudom, hogy Hyundai miért nyomja ezt, mert hogy például az Ioniq 6-ban tök jó kormány van, és hogy miért nem rakják ugyanazt ebbe az autóba is. Ami nagyon durva, hogy rengeteg gomb van, rengeteg fizikai gomb van az autóban, amit hát nem is tudom, mikor láttam utoljára. Hát figyeljetek, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 63, 64, 66 darab fizikai gombot számoltam az autóba, mindent beleszámoltam, 60, mondjuk ez nem lehet véletlen, mert hogy a Hyundai-nak a gyárából óránként 66 darab autó jön le. Ha, lehet, hogy ez egy ilyen easter egg a mérnökök, hogy tegyünk 66 gombot bele, de mindenre van gomb. Egészen hihetetlen mennyiségű gombot raktak bele, gomb őserdő van az autóban. Viszont vannak itt mindenféle tároló rekeszeink, egész nagy és egész sok, de betehetjük, és ha megnyomjuk, akkor be is fogja. Az egyébként nem az én műanyag vizem, csak mondom, hogy én kulacsot használok, csak az a másik kocsibomrat. Ide nem sok mindent tehetünk, csak a kulcsot. Azt szeretném megmutatni, ezt a kulcsot, hogy hát, hogy ezt nem tudom, hogy gondolta a Hyundai. Az Ioniq 6-hoz is ez van, kb. Mintha egy AliExpressről rendelt kínai ilyen kulcstartó lenne. Borzalmas, nem? Tehát tényleg, ezt inkább el is teszem. Itt van még egy. Ezt is elteszem. Nem akarom látni őket. Szóval hát a kulcs ez nem szép, tehát na mindegy. Panoráma tetőnk az nincsen, viszont nagyon kellemes ülések vannak, és jó a kilátás, oké, mondjuk az A-oszlap az lehetne kicsit keskenyebb, a tükör jól néz ki. Az anyagminőség valamivel jobb lett, nem rossz egyébként, tehát hogy nem rossz érzet megfogni, de főleg ez a fekete belsős autó, én biztos a világos belsővel kérném, tuti 1000%, mert 100-szor jobban néz ki, szerintem feldobja az autókat egy kicsit világosabb tér, legyetek bátorak, és vegyétek a világosabb belsős autókat, mert tudom, hogy nehezebb tisztán tartani minden, de megéri. Egyszerűen jobban néz ki. Tettek ide egy kis praktikus tárórekeszt, nem tudom, mit lehet oda betenni. Tehát, hogyha beteszem a napszemcsimet, mondjuk az úgy elrepül, de úgy van. Kesztyűt tartunk. A kijelzőnk az ugyanaz, mint igazából az Ioniq 5-ben már megszoktuk, csak egy picit így meg van hajtva egyébként. Az Ioniq 5-ben tök egyenes, itt meg be van hajtva vezető felé. Ez egyébként előrelépés, mert hogy nyilván kellemesebben, könnyebben el lehet érni, és jobban is néz ki szerintem. A menü rendszere az kb. Ugyanaz, mint az Ioniq 5-ben megszokhatok. Egy máshogy dizájnolták meg a Kia Enyroban. Van ugyanez a szoftver, már emlékszem. Trükköznek ezek, egy cégcsoport, aztán szedik egymástól a különböző design elemeket, mint a kacsafarok például a külsőnél. Teljesen rendben van a belső, nem egy luxus autó, egyáltalán nem. Szerintem a prémiumtól is messze van. A Bose hangszorok viszont nagyon-nagyon jól szólnak. De szerintem menjünk vele egy kört, és akkor megnézzük a hatótávot, akkumulátorméretet, meg az árát. Szabadítom a lóerőket, mind a 218-at, tök jól megy. 7,5 alatt 100-on van. És ennyi, 100. Egyébként az a durva, hogy a régi Kona, az pont ugyanezt tudta, pont ugyanekkora akkumulátorral, szinte ugyanennyi lóerővel, azt mondta, hogy lassítsak és kávézzak, 10 percre jövök, és szólt az autó, hogy álljak meg pihenni. Ez hülye? Nem, egyébként az van, hogy ugye egész nap pörgetik az autókat, és hogy az állást is szerintem beleszámolta, és hogy azt hiszi, hogy vezetjük nagyon, de na mindegy. Szóval 218 lóerő, 255 Nm, 7,5-ös 0-100-as gyorsás, és ez bőven elegendő. Tehát egy ilyen, hát egy crossovernél nem kell több. A régi Kona is ebben nagyon jó volt, meg ez az autó is nagyon jó ebben, úgyhogy ez tulajdonképpen azért picit erősebb, hiszen nagyobb is lett az autó, 1800 kg, kicsit keményebb lett a kormányzása, ez ugye régiben nekem nagyon szitis volt. Hát ez is egy ujjas még, azért ezt is így viszonylag egy ujjal tudom kormányozgatni egy nagyobb sebességnél és az országúton, de igazából teljesen rendben van, mert aki ezt az autót vásárolja, az pont erre vágyik, hogy egy nagyon kellemesen kezelhető, egyszerű kis crossover legyen, ami nagyon tetszik, hogy az ülésnek az oldaltartása az tökéletes.
nem, annyira jó érzés, hogy így nem lógok, nem szorít nagyon, nem kellett rajta semmit állítani, és kényelmes, és az ánuszomat azt nagyon kellemesen hűti ez a kis hegyi levegő, mert hogy szellőztetett ülés is van benne, régiben is volt egyébként, de hogy ezért ez nem egy luxus autó, ez egy kis kona. Mondjuk az ár az, azért az mondjuk az nem kevés. Ez egy nagy kona ára van. És hogy kijövök innen? Figyelj, ennyi. Á, tök jó. Belerakták ugyanazt a kamerás indexet, ami az iNIQ 5-ben is volt már, meg az iNIQ 6-ban is. Nyilván ez egy full extrás autó, tehát ezért ezt tegyük hozzá. Amit megcsináltak, az a visszatöltésnél, ugye fülekkel állítgathatjuk a visszatöltést, és van már egypedálos vezetési mód, ez hiányzott például a régiből. Egyébként az a durva, hogy akkoriban hiányzott, most meg már annyira mindegy. Már így annyira megszoktam, hogy automata mód, vagy egyfajta mód, vagy B-mód. De hogyha valakinek ez fontos, akkor jó hír, hogy van egy pedálos vezetési rendszer is benne. A kijelzők nagyon szépen adják az információkat, nagyon jól látható. A futómű teljesen rendben van, ez 1800 kilóval nem is különösebben pattog, bár mondjuk itt elég jó utakon megyünk. Igazából tökre jó az egész autó. Tehát hogy azon gondolkoztam, hogy mit tudnék róla mesélni, mert ez lényegében ugyanaz, mint a régi Kona, csak picit nagyobb, jóval drágább lett ugye. Mert az a régi Kona az állami támogatással, jól emlékszem, 13 millió forintért megvásárolható volt. Ez meg a nagy aksival, hát ugye 15-ről indul a 48 kWh-s aksival, ez meg 19,5-ig tud menni, és akkor kedvezménnyel mondjuk 18 millió, tehát pontosan annyi, mint egy Standard Range Model 3, amiből most jött ki a Highland, és abban is ugye ott van már az ülésszellőztetés, meg ott a töltőhálózat. Úgyhogy igazából szerintem a gyenge pontja ennek az autónak, az egyetlen gyenge pontja, kettő igazából, az egyik az ár, mert hogyha 13 millió lenne, akkor most így nem is mondanám tovább a videót, hanem annyit mondanám, hogy tök jó vezetni, minden nagyon cool, és hogy instant get 13-ért, hogy nem annyi. Tehát nem annyiba kerül, hanem 18 millióba egy ilyen fullos modell, és hogy szerintem a másik probléma az az, hogy hát 2018-ban csináltuk az Andival a videót, meg emlékszel, Marci, Tesla verseny Konával, és hogy elmentünk vele 300 kilométert, akkor is 350-et tudott autópályán jó időben. Most is ugye, amikor jöttünk kifelé, ezt a 350 kilométert simán tudta országúti és autópályás tempóba négy személlyel. Szóval ebbe tök jó, csak hogy pont az a baj, hogy 2018 óta nem került bele mondjuk a 65-ös helyett legalább egy 78 kWh-s aksi, mert hogyha az belekerült volna, akkor ugye indokolt lenne az áremelkedés. Nagyon versenyben lehetne a Standard Range Teslával, de így meg nagyon pariban van azzal, és szerintem a Hyundai-nak az lesz a probléma, hogy egy kicsit drága ez az autó. Tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó, leszámítva ezt az irdatlan sok gombot, meg az, hogy mindenért csipog, tehát hogy minden induláskor mindent ki kell benne kapcsolni, ne figyeljed, hogy nézem az utat, mert nézem, hidd el. Meg ne szóljál a sebesség átlépésre, az ugye EU szabályozás, és minden induláskor ki kell kapcsolni a sávváltáshoz. Ahogy előttem megy valaki, hogy mindenért csipog, így pi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 p
európai autóban probléma, rohadt sok szabályozásnak köszönhetően, de megcsinálták volna a menübe egyszerűbben, vagy hogy nyomva tartok itt valamit, próbálkoztam, mert ugye például, hogyha nyomva tartanám a mód gombot itt, vagy valamit, és akkor kikapcsolom, de nem lehet ezt kiírtani belőle, de egyébként teljesen rendben van. Jó vezetni, kellemes, jók az ülések, kicsit zajos. Nem, Marci? Tehát azt mondtad, ugye Marci, mikor idefelé jöttünk az iNIC 6-tal, ő átszállt kamerázni ebbe az autóba, és amikor egyik autóból a másikba száll át az ember, akkor nagyon lehet érezni a különbséget, és én is hallom most, hogy hát 90-nel megyünk, és van kerékzaj. Tehát ugye a hangszigetelés az nem annyira jó benne, mint az iNIC 6-ban. Tehát házon belül az iNIC 6 egy sokkal-sokkal jobb autó. Sokkal nagyobb akkumulátorral, sokkal nagyobb hatótával. Tehát hogyha mondjuk ez 350-360 km-t megy el, akkor ehhez képest az iNIC 6-ból a nagyobb akkumulátoros verzió az 460 km. Tehát a hátsó kerekes meg 480 km-t simán tud országúton plusz autópályán. Ugye Attilával csináltunk már tesztvideót, és lenyomta a Model 3-at az iNIC 6, tehát hogy az egy 800 voltos architektúra, egy baromi hatékony, kis légellenállással rendelkező autó, ez meg egy benzines, hibridből épített elektromos autó, és ennek megfelelően, ugye mivel crossover is, tolja a szelet, oké, hogy nem egy túl nagy autó, de azért most 18,3 a fogyasztás. Az iNIC 6-tal, hogyha jönnék, azzal itt most 14-15 lenne. Tehát nagyon nagy különbség hatékonyságban.
Úgyhogy igazából, hogyha valaki egy pont ilyen autót szeretne a családnak, meg hogy így, nem tudom, városi autónak, meg Balatonra mászkálni, és ez tetszik nekik, meg lehet leasingelni mondjuk jó áron a cégre, és mondjuk a Teslát meg nem szereti, meg nem tetszik neki, akkor nyilván ez egy tök jó választás, de hogy most tök őszintén nem tudnám azt mondani, hogy instant get. Az Ioniq 6 az igen, nyilván az is drága, de hogy az abszolút instant get, ez meg csak egy régió Konának a frissített, kicsit nagyobb, kicsit jobb változata, csak most már mai árakon. Ha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, nagyon nagy köszönet Patreon és a YouTube támogatóknak, mert nélkületek ez így nem működne, amit csinálunk itt Marcival közösen, vagy éppen egyedül. Nagyon nagy köszönet a Tiszta Energiáknak, Rekhozértének, Superszakónak, Smartdisconnak, Skyfall autófoliázásnak és a QNC víztisztítóknak, és a következő epizódig. Sziasztok! Ez volt egy ilyen nagyon gyors Kona Electric bemutató, és kijönnek elején, és megharja öletni magát. Az is, a motoros is, meg a golfos is. Szóval ez volt ez a nagyon gyors Kona bemutató, nem sok időnk volt rá. Tehát hogy mondjuk úgy, hogy nagyon kevés, de legalább kipróbálhattuk. Úgy viszonylag így gyorsan megjelenés után. A gyár az nagyon durva volt. Tehát látni, hogy hogyan gyártódnak ezek, azért az nem semmi volt. És itt vagyunk Csehországban, nem messze a Hyundai-nak a gyárától meg tudok majd beszélni. A szoftver egy picit más. Ez kicsit szokni kellett nekem, de igazából teljesen rendben van. Gyors is. Európa frecsfencsia. Európa tu, zwei, drei. Nem tudom. De menjünk vele egy kört, és akkor elmondom, hogy mi az, ami mondjuk így nagyon kérdéses ennél az autónál. Szóval, hogy máshogy kéne lezárni. Majd akkor kijelzőtől elmondom még egyszer. Sziasztok, én Horváth András vagyunk, itt vagyunk Csehországban, egy gyönyörű szép... Horváth András vagyunk. Itt vagyunk.